Az utolsó betű is felkerült a táblára. Holnaptól hivatalosan is indul a vakáció a diákok számára. Ma már felhőtlenül játszottak a református iskola udvarán is a gyerekek. Fociztak, beszélgettek, kártyáztak és jókedvűen társasoztak. A fiúk pedig a játékszabályokba is beavattak minket. Ez a Nottingham bírája, ami valamilyen szinten az is benne a lényeg, hogy hazudj, mert csempészáruk, meg legális áruk vannak benne, és a lényege az, hogy minél több pénzed legyen a csempészettel. Mindenki várta már az év végét, és hogy a tankönyveket egy kicsit félre lehessen tenni. Nagyon jó érzés, hogy megint egy évet kipipálhatunk. Hát ez minden gyereknek tökéletes, ez nagyon felemelő. Hát nehéz volt ez az év, nagyon nehéz volt mindenkinek szerintem, főleg a kis elsősöknek. Nagyon jól érzi magát itt mindenki, itt már az utolsó napokban, itt már tanárdiák meccsek, kézilabda, focilabda, kosárlabda, játszás, itt már fagyizásról, meg mindenféle jó mókáról szólnak ezek az utolsó napok. A nyolcadikosoknak tényleg ezek voltak az utolsó napok az intézményben. Hát ez már igazából a búcsú, szóval elég szomorú, viszont megpróbáljuk kiélvezni ezt a napot még. Azt is megkérdeztük, mi fog a legjobban hiányozni az általános iskolás évekből. Az osztályfőnökök, a tanárok, az egész sulinak a közössége. Ma azonban még sok időt töltöttek együtt, elbúcsúztak a tanároktól, összegyűjtötték egymás aláírását, és a ballagási próbát is ma délelőtt tartották. Végig vonultak az épületen, majd az utcán az alsóbb évesek álltak sorfalat nekik. A templomban pedig a holnapi nagy nap előtt főpróbát rendeztek. Holnaptól tehát elkezdődik a nyári szünet, és a sok jeles bizonyítvány jutalmaként a jól megérdemelt pihenés.